A sátrajújhelyi Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium tanulói az online téren történő oktatás ellenére is folyamatosan részt vesznek tanulmányi versenyeken. Természetesen a legtöbb ilyen megméretet és az interneten van megtartva. Most az intézmény diákjai közül hárman jutottak tovább az országos döntőbe egy informatikai versenyen. Az iskola és a tanárok számára is nagy büszkeség, amikor egy tanuló ilyen jeles eredményeket ír el, mondta Sebes Péter, az oktatási intézmény igazgatója. Én nagyon örülök neki, hogy bár nehezebben, meg más felkészülést igényel a kollégák részéről is egy másfajta törődést, gondoskodást, de mégis nagyon sok megyei és országos versenyen jól szerepelnek a diákjaink ebben az online térben is, ebben a felkészülési időszakban is. Folynak az órak, folynak a tehetségműhelyek, tehát azért aktív élet van amellett, hogy fizikálisan jelenlétben nem vagyunk, azért, azért elmondható, hogy amit tudunk ebből a helyzetből, azt, azt kihozzuk a diákok javára. Nyilván várjuk az a szakmai vizsgákat, agódunk értük, féltjük, óvjuk őket, de én azt érzem, azt gondolom, és akkor a versenytapasztalatokat is egy kicsit összegezve, meg ugye az értekezleteknek az anyagát, hogy, hogy jól teljesítenek a diákjaink, és jól fognak teljesíteni a diákjaink. A Kozma László informatikai alkalmazói versenyen már több éve részt vesznek a Szent István Katolikus Technikum és Gimnázium tanulói. Van egy hosszú évtizedek óta megtartott verseny, úgy hívják, hogy Kozma László alkalmazói informatika verseny. Ez az Informatika Tanárok Szakmai Szövetségének a versenye, és ez egy nagyon neves, nagyon nehéz verseny. Az alkalmazói szóból látszik, hogy elsődlegesen ugye a office alkalmazások használatáról és az internetes keresési technikákról van szó a versenyben. Az első körből való továbbjutás már nagyon nagy szakmai eredmény, de mikor sikerült a gyerekeknek a középdöntőből a döntőbe kerülnie, az valami hihetetlen büszkeségre adott okot. Én azt gondolom, hogy bármelyik pedagógus, akinek a gyereke egy országos döntőig jut, az nagyon büszke lehet, elsősorban a gyerekekre, másodszorban pedig a saját teljesítményére. Siposni Majtényi Andrea hozzátette, hogy ezek az eredmények az intézményben folyó oktatás minőségének is köszönhető. Ebben az iskolában olyan magas szakmai színvonalon képezzük az informatikus gyerekeket, hogy Hát furcsán fog hangozni, de bizonyára jól fogják érteni azok, akik hallják ezeket a mondatokat: hogy ebben a magas szakmai színvonalban tulajdonképpen nem akkora meglepetés az, hogy megint döntőben vannak a gyerekek. Ráadásul ők még csak kilencedikesek, tehát a következő években hasonló jó eredményekre számíthatunk tőlük. Ennek a három fiatalembernek, akik a 9. C osztálynak a tagjai, György Éva tanárnő az osztályfőnöke, és elsődlegesen ő is készíti őket, természetesen az osztályban tanító többi kolléga segítségével. A katolikus keri diákjai általában több tanulmányi versenyen vesznek részt, idén erre sajnos csak online formában van lehetőség.